Zavargások törtek ki Görögországban a vonatkatasztrófa miatt, a tüntetők a felelősök megbüntetését követelték. Háborúba akarnak kényszeríteni minket, de ellenállunk, ezt mondta Orbán Viktor egy svájci lapinterjúban. Óriási területen égett le a nádas a fertőtó osztrák oldalán egy nádaratógép hibája miatt, a tüzet már eloltották. És rengeteg havat és esőt hozott a Juliet névre keresztelt ciklon Dél-Európára, Franciaországot közben szárazság sújtja. Ez a híradó 7:30-tól, az M1-en, Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Egyre nagyobb a feszültség Görögországban a szerdán történt vonatbaleset miatt. Több városban is zavargások törtek ki, a tüntetők a felelősök megbüntetését követelték. Szerda hajnalban egy személy és egy tehervonat ütközött nagy sebességgel frontálisan, 57 ember meghalt, több tucat ember pedig megsérült. A görög miniszterelnök azt közölte, emberi mulasztás okozta a tragédiát, ugyanakkor a görög vasúti rendszert évek óta a legrosszabbak között tartják számon Európában, az Unió pedig éppen két hete figyelmeztette miatt az ország vezetését. Egy térfigyelő kamera rögzítette azt a megrázó pillanatot, amikor szerda éjszaka két vonat összeütközött a görögországi Larissa közelében. Egy személyvonat fedélzeti 350 utassal Athénból tartott Szalonikibe, amikor belerohant a szemből ugyanazon a vágányon érkező tehervonatba. Mindkét szerelvénynek kigyulladt az első két kocsija, majd teljesen ki is égett. Még csütörtökön is találtak áldozatokat a roncsok alatt. A mentők igyekeznek minél előbb végezni a munkával, a vonaton utazó kétségbe esett hozzátartozói ugyanis egyre erélyesebben követelik a válaszokat. De a súlyosan megégett holttestek azonosítása csak lassan halad. Csak annyit akarunk tudni, hogy a gyerekeink a kórházban vannak-e, és követeljük, hogy legyen felelőse a történteknek. Hogy ütközhet össze két vonat 2023-ban? Értelmetlen, hiszen két párhuzamos sín volt, és úgy hallottuk, mindkét szerelvényt ugyanarra a sínre irányították, mondta egy férfi, aki fiát kereste. Aki csak teheti, vért ad a kórházak előtt felállított véradó központokban. Sok szülő DNS mintát is ad, hiszen az áldozatok többségét majd csak így lehet azonosítani. Ez a lány két órát várt, amíg vért adhatott. Nagyon megrendített a hír, mert a bátyám ugyanazzal a vonattal utazott, csak más időpontban. Ő is ott lehetett volna. Az a baj, hogy a politikusok nem figyeltek a sínek állapotára. Ez a katasztrófa elkerülhető lett volna, mondta. Az emberek dühösek. Szerda este több városban is tüntetések voltak. Athénban csendes virrasztásnak indult a megmozdulás, ám zavargások törtek ki. Tüntetők vonultak a görög parlament elé is, és a kormány lemondását követelték. A görög miniszterelnök szerda este az állami televízióban közvetített beszédében bejelentette, minden jel arra mutat, hogy emberi mulasztás okozta a sokkoló tragédiát. Független vizsgálat indul, ami feltárja majd pontosan, mi okozta a balesetet. Egy független csoport derít majd fényt arra is, miért késlekedett minden vasúti fejlesztés. A felelősöket bíróság elé állítjuk, fogalmazott a görög miniszterelnök. Szerda este lemondott a közlekedési miniszter, a hatóságok pedig csütörtökön őrizetbe vették az 59 éves Larissai állomás főnököt, aki előbb elismerte, hogy ő engedte a személyvonatot szembe a tehervonattal, később azonban műszaki hibára hivatkozott. A férfi ellen nem szándékos emberölés és testi sértés vádjával indult eljárás. Görög lapok szerint az adott vonalon már legalább egy évtizede semmilyen biztosító berendezés nem működik, mert elvileg a rendszert felújítják. Így mindent kézzel kell irányítani. Emberhiánnyal is küzd a vasúttársaság. Több szakszervezet is hangsúlyozta, hogy 2000 vasúti dolgozó munkáját jelenleg mindössze 750-en végzik el. Hírek szerint az Európai Bizottság épp két héttel a tragédia előtt idézte az Unió bírósága elé Görögországot egy 2016 óta húzódó ügyben. Már akkor aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Athén nem teljesíti előírt uniós kötelezettségeit a vasúti igazgatásban. A görög vasutak hírneve évek óta rossz, és a legrosszabb vasútvonalak között tartják számon Európában. Statisztikai adatok kimutatják, hogy az elmúlt évtizedben utaskilométerenként a görög vasutaknál regisztrálták a legtöbb halálos áldozatot.
Magyarországot háborúba akarják kényszeríteni, azt nyilatkozta egy svájci heti lapnak Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyar vezetés elég erős ahhoz, hogy hazánkat távol tartsa a háborútól. Orbán Viktor a háborúról szólva kijelentette, azt senki sem nyerheti meg, mindezt pedig azzal egészítette ki, hogy mivel patthelyzet van, a jelenlegi konfliktus könnyen világháborúvá fajulhat. Háborúba akarnak minket kényszeríteni, és nem válogatnak az eszközökben, nyilatkozta Orbán Viktor a Die Welt Wochénak. A svájci heti lapban megjelent interjúban a miniszterelnök azt mondta, eddig sikerült ellenállnunk, ez ad nekem reményt. Orbán Viktor kiemelte, Magyarország politikai vezetése elég erős ahhoz, hogy hazánkat távol tartsa a háborútól. A miniszterelnök a háború kimenetéről szólva kijelentette, azt senki sem nyerheti meg. Az ukránokkal szemben egy 140 millió lakosú atomhatalom áll, az oroszokkal szemben az egész NATO. Ez teszi a dolgot olyan veszélyessé. Patthelyzet van, ami könnyen világháborúvá fajulhat, mutatott rá. A háború megterheli a lelkünket, mondta Orbán Viktor. Ukrajna a szomszédunk, ahol magyarok is élnek. Katonának hívják be őket, és százával halnak meg a fronton, tette hozzá, kiemelve, ez a háború tőlünk nem messze folyik, ezért akar mindenki békét Magyarországon. A béketeremtésről szólva közölte, hogy a béke a szívben kezdődik el. El kell érnie a fejet, amely aztán a kezet vezeti. Ez a sorrend. Kívánni kell a békét, aztán akarni kell, majd meg kell teremteni. Ma már hiányzik az akarat, legalábbis nyugaton, fűzte hozzá. A magyar kormányt és a miniszterelnököt folyamatosan bíráló Guy Verhofstadt, belga EP képviselő, január elején közösségi oldalán közzétett bejegyzésben követelte, hogy az EU azonnal küldjön tankokat Ukrajnába. Nincs olyan nap, hogy a liberális politikus ne sürgetné a fegyverszállításokat Kijevnek. Szerinte a magyar miniszterelnök akadályokat gördít a NATO és az EU működése elé, amiért meg kell büntetni. Kedden este a Facebookon azt követelte, hogy vonják meg Orbán Viktor miniszterelnök szavazati jogát. Már 35 ország küldött halálos katonai fegyvereket a háborúba. Ez már nem helyi konfliktus, ez az út a világháborúhoz vezet, jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videóban a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba hangsúlyozta, nem éppen könnyű fegyverekről van szó. Az államtitkár hozzátette, téves az az uniós feltételezés, miszerint ha több fegyvert kap Ukrajna, akkor hamarabb véget ér a háború. A politikus emlékeztetett, a német kancellár egy éve még azt mondta, hogy csak 5000 sisakot küldenek. Dömötör Csaba szerint a németek nagyon is tisztában voltak a kockázatokkal és a történelmi tanulságokkal. Ehhez képest most már nem csak páncéltörő fegyvereket és rakétákat, hanem leopárd tankokat is küldenek. Küld leopárdokat Svédország és Spanyolország is. És jön a következő szint, most már azon megy a vita, hogy menjenek-e vadászgépek. F-16-osok vagy a britek esetében tájfungépek. Tényleg csak egy hajszál választ el minket attól, hogy európai katonák küldése is napirenden legyen. A századvég legfrissebb felméréséből kiderült, hogy a magyarok több mint háromnegyede aggódik amiatt, hogy a közeljövőben az orosz-ukrán fegyveres konfliktus harmadik világháborúvá szélesedhet, és Magyarország a NATO tagjaként érintetté válhat. A megkérdezettek ugyancsak 76%-a nem ért egyet azzal, hogy az Európai Unió és tagjai több fegyvert vásároljanak Ukrajnának. Továbbá 72%-uk ellenzi, hogy az Európai Unió képezzen ki ukrán katonákat. Joggal tarthatnak a háború kiszélesedésétől az emberek, hiszen látható, hogy a fegyveres cselekmények fokozódnak, jelentette ki Palóc André, a századvég alapítvány vezető elemzője az M1-en. Egy év távlatából a béke nem tűnik közelinek, sőt, még a fegyverszünet is egyre kevésbé van napirenden, egyre kevésbé hallani egyáltalán bármiféle foszlányt arról, hogy bármelyik fél is ezt szorgalmazna, és ez valóban aggodalomra adhat okot, úgyhogy azt gondolom, hogy van alapja annak, hogy ez a típusú aggodalom megjelent így társadalmi szinten. A kutatásból kiderült, tette hozzá, hogy a magyar lakosság következetesen békepárti, és minden fegyveres konfliktus támogatását következetesen ellenzi. Amerikai és más NATO országokból származó információk szerint már 300 ezer katona vesztette életét az orosz-ukrán háborúban. A civil áldozatok számát 30 ezerre becsülik. A nyugati államok vezetői továbbra sem beszélnek a békéről. Kína azonban a múlt héten egy 12 pontból álló béketervet mutatott be, egyben felszólította a háborúzó feleket, hogy azonnal állítsák le a harci cselekményeket. A tervet Orbán Viktor miniszterelnök is támogatja.
Katonák ezrei indulnak naponta a frontra Ukrajnában, folyamatosak az összecsapások. A legfrissebb adatok szerint már 300 ezer katona esett el a harcban, és legalább 30 ezeren lehetnek azok az ártatlan civilek, akik a háború áldozatai lettek. Ez a szám napról napra nő, megállapodás azonban egyelőre nincs, Ukrajna és Oroszország ugyanis nem tud megegyezni. Ezen a helyzeten változtatna Kína. A kelet-ázsiai ország még a múlt pénteken a háború kitörésének évfordulóján tette közzé 12 pontból álló béketervét, és felszólította a háborúzó feleket a harci cselekmények leállítására. A pontok között szerepel egyebek között a Moszkva és Kijev közötti tárgyalások újrakezdése, a szuverenitás és a területi integritás tiszteletben tartása, valamint a további eszkaláció megakadályozása is. A tervre vegyes reakciók érkeztek, Fehér Oroszország például támogatásáról biztosította Kínát. Fehér Oroszország aktívan küzd a különböző béketervek sikeréért, és ezek között kiemelten támogatja a Kínait. Ezzel a mondattal jelentette be Pekingben a fehér orosz elnök, hogy ő teljes válszélességgel kiáll az ukrajnai háborúra vonatkozó kínai béketerv mellett. Alekszandr Lukasenka úgy fogalmazott, új megközelítésre és felelős politikai döntésekre van szükség, mert csak így kerülhető el egy olyan világméretű összetűzés, amelynek senki se lehet nyertese. A harcokat csak tűzszünettel lehet megállítani. A terv mögé Orbán Viktor miniszterelnök is beállt, aki néhány nappal ezelőtt a parlamentben beszélt arról, hogy a világ nagyobbik része békét akar, csak úgy, mint Magyarország. Orbán Viktor elmondta, ha a háború folytatódik, egyre többen fognak meghalni, és gazdasági összeomlás is fenyeget. Hazánk így a mielőbbi békét sürgeti. Magyarország minden nemzetközi fórumon a békét szorgalmazza, és úgy látom, hogy a világ többsége, nagy többsége is a békét támogatja. Magyarország nem szigetelheti el magát a világ nagyobbik részétől, amely békét akar. Ezért Kína béketervét is fontosnak tartjuk és támogatjuk. Az érintett felek közben óvatosan reagáltak. Volodymyr Zelenszky azt mondta, a terv egyes részei üdvözlendők, ugyanakkor ő továbbra is pénzt és fegyvereket kér a nyugattól. Az orosz elnöki szóvivő pedig hétfőn beszélt arról, hogy figyelemre méltónak tartják a javaslatot, és megígérte, hogy elemezni fogják azt. Minden kísérlet, amely olyan tervek kidolgozására irányul, amelyek segítenek a konfliktus békés mederbe terelésére, figyelmet érdemel. Ekként nagy figyelemmel tekintünk kínai barátaink tervére is. A részleteket azonban elemezni kell, figyelembe véve a felek érdekeit, fogalmazott Dmitrij Peszkov. Az Egyesült Államokat nem nyűgözte le az ötlet, elemzők szerint nem meglepő, hiszen a kínai terv kemény üzenet Brüsszelnek és Amerikának. Az ugyanis kitér a szankciós politikára is. A 10. pontban Kína a békekötés feltételeként jelöli meg, hogy minden érintett fél hagyjon fel az egyoldalú büntető intézkedések, azaz a szankciók kivetésével. A 11. pontjában pedig az áll, minden félnek alázattal fenn kell tartania a meglévő világgazdasági rendszert, és tartózkodnia kell attól, hogy a világgazdaságot politikai célokra eszközként vagy fegyverként használja. Az amerikai külügyminiszter azzal vádolta meg Kínát, hogy csak el akarja terelni a figyelmet arról a tényről, hogy valójában Oroszországot támogatja. Joe Biden amerikai elnök pedig újságírói kérdésre azt mondta, nem látott semmit a tervben, ami Oroszországon kívül bárki más hasznát is szolgálná. Ukrajnában mindeközben nem csökken a harcok intenzitása, a tavasz közelettével pedig alig, hanem még hevesebb lesz a háború. Ma hajnalban légicsapás érte a kelet-ukrajnai Zaporizsját, Oroszország pedig azt állítja, hogy ukrán fegyveresek hatoltak be határmenti területeikre, ahol civilekre támadtak. Egymás után hozták ki a sérülteket egy zaporizsiai lakóház romjai közül. Az ukrajnai nagyvárosban csütörtökön hajnali 1 órakor csapódott be az első orosz lövedék. Helyi beszámolók szerint a támadásban többen megsérültek és halálos áldozatok is vannak. Az emberek kiabáltak a romok alól, nehéz volt hallani. Döbbenetes volt, azután megérkeztek a mentőegységek. Abban a ruhában menekültünk ki, ami éppen rajtunk volt, még a macskánkat is hátrahagytuk, emlékezett vissza egy túlélő. Az 5-szintes lakóház felső emeleteiből semmi sem maradt, miután 2 rakéta csapódott az épületbe.
Többen az alsó szinteken rekedtek, maga alá temette őket a törmelék. Egy 30 éves férfit hoztunk ki, a kanapén aludt, amikor becsapódott a rakéta, és egy betonlap csapdába ejtette. Csak nem 3 órán át dolgoztak a mentőegységek, hogy kiszabadítsák a födém alól. Él is jól van, minden rendben, magyarázta a mentőcsapat egyik tagja. Donyeck megyében a frontvonal mentén már szinte alig maradt éppen ház. Önkéntesek járnak egyik településről a másikra, hogy segítsenek a helyieknek elmenekülni. Sok településen nincs áram, fűtés és ivóvíz. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerdán arról beszélt, hogy az energiahálózatot ért támadások ellenére az ukránok átvészelték a telet. Véget ért a tél, nagyon nehéz volt, és ez túlzás nélkül minden ukrán átérezte. Ennek ellenére el tudtuk látni az országot energiával és fűtéssel. Az energiarendszert fenyegető veszély továbbra is fennáll, de folytatódik a munka a hálózatok működtetéséért, fogalmazott az ukrán elnök. Jelenleg orosz és ukrán források szerint is a Donyeck megyei Bahmut városa körül a leghevesebbek a harcok. A településért nyár vége óta folyik a küzdelem, mostanra pedig több ponton területet szereztek az oroszok. Az ukrán védelmi miniszter helyettes a hét elején úgy nyilatkozott, hogy további csapatokat küldenek a térségbe, mert a város védelme stratégiai fontosságú. Az újabb ukrán katonákról pedig a Bahmutnál állomásozó orosz Wagner csoport vezetője is beszámolt. Az ukrán hadsereg extra tartalékokat küld a városba, és minden erejükkel próbálják megtartani. Harcosaik tízezrei fejtenek ki ellenállást, a csaták napról napra egyre véresebbek, nyilatkozta Jevgenyi Prigozsin. Csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrán fegyvereseket vádolt azzal, hogy behatoltak Oroszország területére. Újabb terrorcselekményt, újabb büntettet követtek el. Behatoltak a határmenti területre és tüzet nyitottak civilekre. Látták, hogy egy civil járműről van szó, és gyerekek is ülnek benne, és rájuk lőttek, jelentette ki az orosz elnök. Putyin elnök szerint az ukránok Brjanszk megyében túszokat is ejtettek. Az orosz állami televízió úgy tudja, hogy az esetnek halálos áldozatai is vannak, az ukrán hatóságok azonban cáfolták, hogy közük lenne bármilyen hasonló akcióhoz. Moszkvai források állítják, csütörtökön újabb dróntámadások érték a határmenti területeket. Kurszk régióban a helyi kormányzó szerint több áldozata is van a csütörtöki ukrán légicsapásnak. Magyarország annak köszönheti az energiaellátása biztonságát, hogy a józanész talaján tudtunk maradni, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Zágrábban. Szijjártó Péter azt mondta, a magyar kormány képes volt arra, hogy ne politikai és ne ideológiai kérdésként, hanem valós fizikai kérdésként kezelje az energiaellátás politikáját. Hozzátette, az európai energiaellátás biztonságát nem lehet garantálni a jövőben, hogyha az politikai és ideológiai viták áldozatává válik. Mi kiállunk amellett, hogy legalább az energiapolitika területén két lábbal kell állni a földön, legalább az energiapolitika területén az egész nemzetközi politikai világnak el kell fogadni a fizikai realitásokat, és el kell fogadni azt, hogy politikával, ideológiával fizikai realitás felülírni nem lehet, mert az álmok nem helyettesítik a földgázmezőket, az illúziók nem helyettesítik a csővezetékeket, politikai nyilatkozatokkal és ideológiákkal pedig nem lehet fűteni a házakat, meg a lakásokat, és nem lehet működtetni az ipart. Tehát a józanész talaján kell maradni. Összeszigorítja a gyermekvédelmi törvényt a kormány. Rétvári Bence közölte, az új szabályozás előkészítése már folyamatban van. Az államtitkár szerint a gyakorlati szabályokat, tapasztalatokat, a nemzetközi példákat, valamint a tudományos álláspontokat is figyelembe veszik majd a törvény módosításakor. Egyre inkább közeledett felém ezzel a felsőtestével, a Mesztelen felsőtestével. Két hete robbant ki a fővárosi pedagógiai asszisztens körüli botrány. A csaknem 40 éves férfi egyebek mellett arról beszélt, hogy egy 15 éves fiú a szeretője. Közösségi média felületein részletesen beszámolt szexuális életéről. Akkor azt hiszem úgy éreztem, hogy rá akarok mászni. A férfit azóta elbocsátották, az ombudsman pedig átfogó vizsgálatot indított, többek között abban az óbudai iskolában is, ahol a pedagógiai asszisztens dolgozott, és nyomoz a rendőrség is gyermekpornográfia miatt. Először csak egyetlen csók volt, aztán még egy... Az eset sajnos nem egyedi. Egy hete derült ki az is, hogy egy 13 éves lányt ronthatott meg egy történelem tanár Békés vármegyében. A gyermeket ráadásul a saját nevelőapja adhatta át pénzért a pedofil hajlamú tanárnak. A két férfit őrizetbe vették.
Közben letartóztatták a pedofíliával vádolt volt LMP-s politikust is. Arcát eltakarta, miközben megbilincselve vezetőszáron vitték a kaposvári bíróságra. A 67 éves Kovács Gábort azzal gyanúsítják, hogy elcsalt otthonról egy 13 éves fiút, akivel szemben egy autóban szexuális visszaélést követett el. A kisfiú otthon elmondta, hogy mit tett vele a férfi, a szülők pedig azonnal értesítették a rendőrséget. Nagyon jó jelöltet találtunk Kovács Gábor személyében. Személyesen Hadházi Ákos kampányolt mellette még 2017 őszén Somogyban, de végül mégsem ő lett az NMP helyi jelöltje a 2018-as országgyűlési választásokon, hogy miért, azt homály fedi. Az undorító pedofil botrányba keveredett baloldali politikust nem csak az LMP Hadházi Ákos, hanem az MSZP is támogatta. Erről ír az Origó. A portál kiderítette, Kovács Gábor szocialista színekben indult a nagyatádi választókerületben a 2002-es önkormányzati választáson. A bántalmazás és szexuális erőszak visszaszorítása érdekében plakátokat helyezett ki az iskolákban az Integrált Jogvédelmi Szolgálat. Arra hívják fel a diákok figyelmét, hogy van hova fordulniuk segítségért. A gyermekjogi képviselők az ország összes települése jelen vannak, és egy ingyenesen hívható zöld számot is működtetnek, amin bárki tehet bejelentést, ha erőszak áldozatává vált. Arra szeretnénk fölhívni a gyerekek figyelmét, hogy a gyerekjogi képviselők segítenek. Bármikor kérdezhetnek tőlük, szóljanak, hogyha olyan sérelmük van, vagy úgy érzik, hogy valami probléma adódik. Gyermekeink védelme érdekében ősszel szigorítjuk a törvényeket, közölte a kormány a közösségi oldalán. Azt írták, a gyermek szent és sérthetetlen. A gyermekek érdeke a legelső. Az új szabályozás elkészítésekor a gyakorlati tapasztalatokat, a nemzetközi példákat és a tudományos álláspontokat is figyelembe veszik. Erről a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt. Rétvári Bence hangsúlyozta, a szülők elvárják, hogy gyermekeik biztonságban legyenek az oktatási intézményekben. Az iskolák elsőprő többségében a gyermekek biztonságban vannak, ugyanakkor nem hagyhatjuk szó nélkül, hogyha adott esetben valahol a gyermekek veszélybe kerülnek, meg kell védjük a gyermekeket minden magyar iskolában. Az országgyűlés 2021 nyarán fogadta el a gyermekek védelméről szóló törvényt. Tavaly áprilisban pedig ezzel kapcsolatban népszavazást is tartottak, amelyen 3,7 millió magyar mondott nemet a gender propagandára. Az első nap tapasztalatai alapján jól működik az új ügyeleti rendszer Győr-Moson, Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is, ezt közölte az Országos Mentőszolgálat. Tegnaptól ezekben a vármegyékben is szakszerű ellátást kaphatnak a betegek, akár a rendelési idő lejárta után is. Az egészségügyért felelős államtitkár szerint az országgyűlésnek azért kellett eltörölnie az orvosok kötelező kamarai tagságát, mert a Magyar Orvosi Kamara szembenállása az új rendszerrel a hazai betegellátást veszélyeztette. Így fáj? Nem. Kis Csaba házi orvosi rendelőjében folyamatosan zajlanak a vizsgálatok. A betegek a legkülönbözőbb panaszokkal érkeznek, de mindenki megkapja a szükséges vizsgálatokat és kezelést. Március 1-től pedig már itt Nyíregyházán is lehetőség van arra, hogy rendelési időn kívül lássák el a betegeket, ugyanis Szabolcs-Szatmár-Bereg és Győr-Moson-Sopron vármegyékben is bevezetésre került az új ügyeleti rendszer. Az orvos szerint az új rendszer több szempontból előnyös, hiszen akár kisebb panaszokkal is nyugodtan hívhatják a betegek az ügyeleti számot, és teljes körű segítséget kapnak. Teszem azt, valaképpen belázasodik, indul nála egy akármiféle vírusos fertőzés, felső légúti tünetekkel, hasi panaszokkal, bármi egyéb, akkor a 1830-as számot hívják fel, és ez leginkább olyan esetekre vonatkozik, amik nem várhatnak másnapig, vagy hogyha mondjuk csak tanácsra van szükség, akkor természetesen ugyanúgy hívhatják ezt a telefonszámot. Az ügyeleti rendszer így már 3 vármegyében működik. A cél az, hogy mindenki a rendelési időn túl is megfelelő ellátást kapjon. Az első nap tapasztalatai alapján pedig jól működik az ügyeleti rendszer a 2 újonnan csatlakoztatott vármegyében. Ezt már az Országos Mentőszolgálat szóvivője közölte az MTI-vel. Györfi Pál arról tájékoztatott, a 2 vármegyében összesen 139 ügyeleti ellátási esemény volt, amik közül 25 az éjszakai idősávban történt. És közölte azt is, az előző 24 órában több mint 470 telefonhívás érkezett a 1830-as ügyeleti számra a 3 vármegyéből összesen.
Az új rendszer bevezetését azonban megnehezítette, hogy az orvosi kamara a korábbi álláspontját megváltoztatva támadja az ügyeleti rendszert. Sőt, orvosszakmai vezetőket vontak etikai eljárás alá, amiatt, mert tájékoztatást tartottak az új rendszerről. Nagyon nehéz másra gondolni, mint hogy direkt politikai utasítást kapott az orvosi kamara. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár az M1-en arról beszélt, hogy a MOK által indított etikai eljárások olyannyira veszélyeztették volna a hazai betegellátást, hogy azonnali lépésre volt szükség, ami a kötelező kamarai tagság megszüntetése volt. Az elmúlt időszakban a kamara nem köztestületként, hanem politikai aktorként kezdett tevékenykedni. Sajnálatos módon olyan nyomásgyakorlási eszközöket választott, és olyan nyomás alá helyezte a leginkább házi orvos kollégákat, ami az ügyeleti rendszer ellehetetlenítésével járt volna, és ezzel közvetlenül is veszélyeztette a biztonságos betegellátást. Ezt abszolút nem tartjuk helyesnek, és ezért lépéskényszerbe kerültünk. Az országgyűlés kedden megszavazta azt a jogszabálymódosítást, ami kimondja, a Magyar Orvosi Kamarában meglévő tagság nélkül is végezhető orvosi tevékenység, az etikai eljárások pedig átkerülnek az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz. Novák Katalin köztársasági elnök szerdán aláírta a törvény módosítását, így a változások csütörtökön hatályba is léptek. Az LMP szerint a termőföldek és a környezet áldozattául esnek az akkumulátorgyártásnak. Csárdi Antal úgy véli, az ott élő embereknek csökken az életminősége. Gyakorlatilag feléjük a jövőnket egy akkumulátor stratégiának nevezett Magyarország számára rendkívül káros vízió okán. A Párbeszéd panasszal fordult az Európai Bizottsághoz a Debrecenbe tervezett akkumulátorgyár ügyében. Jávor Benedek szerint a kiadott engedély több környezeti hatással nem számol. Abban bízom, hogy az Európai Bizottságnak benyújtott panaszom nyomán az unió segítségével tisztázni lehet a debreceni akkumulátorgyár valós, reális környezeti hatásait. A Fidesz-KDNP békepárti határozati javaslatát bírálta a DK. Arató Gergely szerint ez egy újabb lépés Magyarország Európai Unióból való kiléptetése felé. Ezt megakadályozva a párt egy szintén 7 pontos javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek. Mi az EU és NATO tagságunk veszélyeztetése helyett Magyarországgal és a magyar emberek érdekeivel foglalkoztunk. Azzal, hogy mit tenne ebben a helyzetben egy felelős kormány. Az utolsó 6. olyan perét is elveszítette a DK, amelyet az MTI országos sajtószolgálata ellen indított Gyurcsány Ferenc pártja. A kúria legutóbbi precedens értékű ítélete szerint a sajtószolgálat csak olyan esetekben utasította el a DK közleményeinek nyilvánosságra hozatalát, amikor azokkal személyiségi jogot sérthetett volna. Azért jöttünk ma ide, hogy a képviselő jogainkkal élve bemenjünk az MTI-be. Papírból puskázva hangoztatta a DK-s Arató Gergely még 2019-ben, hogy Gréci Zsolttal együtt be kell őket engedni az MTI székházába. A két politikus és néhány gyurcsánypárti aktivista a távirati iroda akkori Naphegy téri épületénél azt állította, hogy a sajtószolgálat szerintük jogtalanul nem számolt be a párt több közleményéről. Miközben a rögtönzött sajtótájékoztatón a két politikus csak a közmédia mikrofonjába beszélt, Gréci Zsolt és Arató Gergely cenzúrát és elhallgattatást emlegetett. Közben azt követelték, hogy az MTI épületében fogadja őket egy illetékes. Mindenben segítjük az önök munkáját, amennyiben írásban a tudomásunkra hozzák. A székházban Szabó Eszter akkori igazgató ült velük tárgyalóasztalhoz, aki azt javasolta a gyurcsánypárti politikusoknak, hogy tartsák magukat a törvényben meghatározott keretekhez, és vagy egy előre egyeztetett találkozón, vagy írásban tegyék fel kérdéseiket. Engem az önök belső szabályai nem érdekelnek. Miután a DK-s képviselők ezt visszautasították, újabb sajtótájékoztatót tartottak, ahol azzal fenyegették az MTI munkatársait, hogy a bíróság előtt kell felelniük. Lehet, hogy ma azt gondolják, hogy a törvény fölött állnak, de előbb-utóbb ki fog derülni az, hogy a törvény áll ő felettük. Csak hogy a kúria a legutóbb is az MTI-nek adott igazat egy olyan perben, amelyet a DK egy tavaly februári kiadatlan közlemény miatt indított a sajtószolgálat ellen. A bíróság első fokon már elutasította a DK keresetét, a legfelsőbb bírói testület pedig most felülvizsgálati eljárásban jogerősen is úgy határozott, hogy az MTI tisztességes és jogszerű szerződésben tartja fenn magának azt a jogot, hogy egyes az országos sajtószolgálat rendjét szabályozó előírás ütköző közlemények kiadását megtagadja, vagy azt utólag eltávolítsa.
A kúria döntése alapján a hírügynökség tevékenysége szerződéses médiaszolgáltatásnak minősül, vagyis az MTI-t megilleti a szerkesztői ellenőrzés és döntésjoga. Mutatjuk az MTI-ben csak idén megjelent DK közleményeket, Gyurcsány Ferenc pártja naponta több állásfoglalást is kiad. A kúria ítélete szerint a sajtószolgálat csak olyan esetekben utasította el a közzétételt, amikor a DK közleménye személyiségi jogot sérthetett. A kúria mostani döntése megerősítette, hogy az MTI nem köteles kiadni a nyilvánvalóan jogsértő vagy annak lehetőségét felvető közleményeket. A kúria döntése precedens értékű, a DK pedig ezzel az utolsó, hatodik olyan perét is elveszítette, amelyet az MTI országos sajtószolgálatának közleménykiadási gyakorlata ellen indított. Nem ez az első olyan eset, amikor a bíróság Gyurcsány Ferenc pártjával szemben az MTVA-nak adott igazat. A fővárosi törvényszék január végén első fokon garázdaság miatt bűnösnek mondta ki, és pénzbírság megfizetésére ítélte Varjú Lászlót, miután a DK-s országgyűlési képviselő 2018-ban erővel próbált meg bejutni az M1 stúdiójába és megzavarni az élőadást. A bíróság döntött, Varjú László bűnöző, ezt írta akkor közleményben az MTVA, amely úgy fogalmaz, a DK, vagyis Gyurcsány Ferenc pártja alelnökének a mai naptól papírja van arról, hogy bűnöző. A politikus akciója közben folyamatosan fenyegette az őröket is, és többször is listázni akarta a nevüket. Magának van neve? Hova lett? Hova lett a bátorság? A DK-s politikusok nem csak az MTVA munkatársait fenyegették, Gyurcsány Ferenc februári évértékelő beszédében azt mondta, szerinte a Fidesz támogatni nem csak szégyen, hanem bűn. Rá kell mutatni azokra az emberekre személy szerint, aki a rendszernek építő gazdái. Gyurcsány Ferenc arra is felszólította pártjának tagjait, hogy gyűjtsék a szerintük Fidesz szimpatizánsok neveit. Több mint 200 hektárnyi védett nádas égett le a Fertőtó északi Ausztriához tartozó oldalán. A tűzoltók egy teljes napig küzdöttek a lángokkal, helikopterekkel próbálták megfékezni a tüzet, amit végül ma délelőtre sikerült eloltani. A pusztítás hatalmas, a nádas valószínűleg egy meghibásodott nádaratógép miatt gyulladt ki. Tartályból merítette a vizet egy rendőrségi helikopter az ausztriai Sásony határában. A Fertőtó északi partján fekvő településénél szerda reggel kapott lángra a nádas. Egy meghibásodott nádaratógép okozta a tüzet, amely ezután rohamosan terjedni kezdett a száraz növényzetben. A lángokkal több mint 150 tűzoltó vette fel a küzdelmet, 14 környező településről és a szomszédos alsó ausztriai tartományból is jöttek egységek. Támogatásukra a belügyminisztérium és a hadsereg is küldött helikoptereket. A szakemberek elsősorban azt igyekeztek megakadályozni, hogy a csaknem 300 méter széles tűzfront elérje a nádast és a közeli lakott területeket elválasztó főutat. Nagy terület égett már le, a tüzet erősíti a feltámadó szél is, intenzívbe avatkozásra van szükség, szemléltette a nehézségeket a község polgármestere. A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy az érintett hatalmas területen nem volt vízforrás, így az oltáshoz először hosszú tömlőrendszert kellett kiépíteni. Szerda délutánra már több mint 7 futballpályányi terület vált a lángok martalékává. A küzdelem egész éjjel folytatódott, a sötétség beállta, utána helikopterek reggelig nem tudták folytatni a munkát. A tűzoltóknak a folyamatosan változó irányú szél ellenére így is sikerült megállítaniuk a település felé tartó lángokat. A hadsereg szóvivője csütörtök délelőtt közösségi oldalán jelentette be, hogy a tűzoltásban résztvevő két helikopterük küldetése véget ért. A lángokat sikeresen elfojtották, de a becslések szerint legalább 200 hektárnyi védett nádas pusztult el. Rendkívüli időjárással küzdenek több nyugat-európai országban. Franciaországban rég nem látott téli aszály pusztít, egy csepp eső sem esett már több mint egy hónapja, van olyan folyó, ami már most a kiszáradás küszöbén áll. Mindeközben a mediterrán Majorka szigetén évtizedek óta nem látott mennyiségű hó hullott, és rendkívüli hideget mérnek Észak-Spanyolországban is. Egy rendőrautó fedélzeti kamerája rögzítette ezeket a felvételeket Majorkán a naptári tavasz első napján. A Földközi-tenger nyugati medencéjén átvonuló vihar szokatlan hideget és csak nem 40 éve nem látott havazást hozott a spanyol szigetre. A helyi tűzoltók még szerdán is azon dolgoztak, hogy a hegyvidéken rekedt embereket megközelítsék. Egy kolostorban 80 turistát ejtett fogságba a hó, de több hegyi menedékházból is kaptak segélyjelzéseket.
A hegyvidéki utak már kedd óta járhatatlanok a kidőlt fák és a hótorlaszok miatt. Több mint 2000-en voltak, még csütörtök reggel is áram nélkül Majorka szigetén. Palma de Majorka belvárosában szerdán munkagépek dolgoztak ott, ahol egy nappal korábban egy 80 méter átmérőjű víznyelő mosta el az aszfaltot. A szomszédos Menorca partmenti településein az árvizekkel küzdöttek. A hegyekből villámár, a part felől a több mint 3 méter magas hullámok törtek be a szigetre. A szigetek kormányzója csütörtökön kezdeményezte, nyilvánítsák a Baleárokat katasztrófa sújtotta területté, hogy a központi kormányzattól anyagi segítséget kaphassanak. A Juliet vihar azóta Spanyolország északi területei fölött jár, Baszkföldre is hozott havat. Az ország 17 autonóm területéből 12-ben jelenleg is riasztás van érvényben az éjszakai fagyok miatt. A leghidegebb Kasztíliában és Aragóniában lesz, ott mínusz 16 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Aragóniában annyira hideg van, hogy az még a vándormadarakat is megállásra kényszeríti. A Gallakontai-tónál a hétvégén több mint 50 ezer daru szállt le. A madarak általában egy rövid pihenő után folytatják útjukat a Pireneusokon át észak felé, ám idén még nem repültek tovább. Napok óta idegesek, mert az északi szél megakadályozza őket abban, hogy folytassák útjukat, pedig mostanra már félúton kellene lenniük a költőhelyük felé, magyarázza a szakértő. Elmondta azt is, a darvak a melegebb, déli szelekre várnak, hogy az átsegítse őket a hegyeken. A madarak a Pireneusoktól északra, francia földön is szokatlan jelenségekkel szembesülhetnek. Franciaország leghosszabb folyója, a Loire szinte teljesen kiszáradt. A folyó hajózhatatlan, és horgászni sem érdemes benne. A helyieket félelemmel tölti el a száraz meder látványa. Ijesztő, mintha elfogyott volna a víz a folyóból. Még nem fordult elő ilyen, hiszen a hóolvadása miatt magasnak kellene lennie a vízszintnek, de most szinte üres a Loire medre, mondta ez a nő. Franciaországban több mint egy hónapja tart a szárazság, ez idő alatt egy milliméternyi csapadék sem esett. Ilyen még nem fordult elő, mióta 1959-ben először nyilvántartásba vették ezeket az adatokat. Szakértők figyelmeztetnek, Franciaországnak a tavalyi rekordaszályok után idén egy újabb száraz évre kell készülnie. Szinte biztos, hogy idén is lesznek korlátozások. Korlátozhatják az autómosók használatát, talán megtiltják majd az udvari medencék használatát is, vélekedett egy párizsi mezőgazdasági kutatóintézet igazgatója. A Macron kormány már dolgozik a részleteken. A vízjózansági akciótervet az ígéretek szerint legkésőbb március közepén hozzák nyilvánosságra. Az Egyesült Államokban sem jobb az időjárási helyzet, egyszerre sújtják hóviharok az ország keleti és nyugati partvidékét is. A jelentős havazás inkább közlekedési fennakadásokat okoz, utakat kellett lezárni, több baleset is történt. Az előrejelzések szerint az ítéletidő a hét végéig folytatódik. Kevesebb mint egy hét alatt már másodszor kellett lezárni a Los Angeles melletti Tehoe-hágót keresztülszelő autópályát a havazás miatt. Az időjárási előrejelzések szerint további akár 30 cm hó is hullhat a következő napokban. 10 éve dolgozom itt, de nem hiszem, hogy valaha ilyen sűrűn lezártuk volna az autópályát, mondta egy helyi járőr. A Los Angeles-től keletre fekvő San Bernardino megyében éjjel-nappal azon dolgoznak a mentőcsapatok, hogy eljussanak a hegyvidéken lakó közösségekhez, és élelmiszert, valamint gyógyszereket vigyenek nekik. A hatóságok szerint azonban több mint egy hétbe is telhet, mire elérik a legelzártabb területeket. Tudjuk, hogy vannak lakosaink a hó fogságában. Az első számú prioritás, hogy eljussunk hozzájuk, hogy biztonságos környezetet teremtsünk számukra. A hókotrók napi 24 órában működnek, minden eszközt bevetünk, mondta a San Bernardino megyei bizottság elnöke. A Los Angeles környékén élő kisgyermekes családok közül sokan vannak, akik élvezték a havazást. A 2 éves lányom először látott havat és nagyon izgatott. Hideg van, de ettől még tudunk jól szórakozni, mondta egy helyi férfi. Nevada déli részén is komoly közlekedési fennakadásokat okozott az átvonuló téli vihar. Az egyik Las Vegas-i tévétársaság jelentése szerint több autópályát is le kellett zárni Los Angeles és Las Vegas között. Arizona állam északi részén szintén heves havazás kezdődött.
Sokan saját gépeikkel próbálták eltakarítani a nem ritkán 60 cm-es havat az udvarukról, hogy ki tudjanak állni a járművekkel. Az ország északkeleti része sem maradt havazás nélkül. Massachusetts és New York állam egyes részein a jelentések szerint 20 cm-nyi csapadék hullott. Áram nélkül maradt fél Argentína egy mezőtűz miatt. Az energiaszolgáltató szerint a tűz egyszerűen túlterhelte a hálózatot, ami leállt. Az áramszünet miatt megbénult a tömegközlekedés a dél-amerikai országban, és ami a legnagyobb baj, a hőségben nem működtek a légkondicionálók sem. Több száz ember rekedt a Buenos Aires-i központi vasútállomáson, miután egy szerdai áramkimaradás miatt teljes szakaszakon állt le a vonatforgalom Argentínában. A várót megtöltő utasok az óriás kijelzőtáblát figyelve próbáltak tájékozódni. Szinte az összes vonatnál késést jelzett a rendszer. Csak a helyszínen tudtam meg, hogy az áramszünet miatt leállt a forgalom. Nincs mit tenni, várok, mondta egy férfi. Az áramkimaradás más tömegközlekedési eszközöket is érintett. Már a metró sem jár rendesen. Jelenleg fél órája késik a vonatom, de szinte biztos, hogy ennél még sokkal többet kell várnom, mondta egy fiatal lány. Buenos Aires legforgalmasabb elővárosi vasútvonala naponta 500 000 ingázó utast szállít az argentin főváros és az agglomeráció között. A helyiek szerint a vonaton mindennaposak a problémák, ezért sokan inkább busszal próbálnak közlekedni. A Rocca vasútvonal fejlesztésre szorul. Ezt mindenki tudja. Állandóak az üzemzavarok. Most épp az áramszünet miatt, mondta egy utas. A buszozás azonban nem mindenkinek nyújt alternatívát. Egy férfi arra panaszkodott, a nyári melegben nem mer az egyéves kislányával a zsúfoltságig tömött buszokra szállni. A kislányom nem viseli jól a nagy meleget. Nem is nagyon járunk ki ilyenkor. Mehetnénk busszal is, de azokra szintén várni kell, és szörnyen zsúfoltak. Szóval egyelőre még a vonatra várunk, és reméljük megoldódik a helyzet, mondta az édesapa. Az áramkimaradás nem csak a tömegközlekedésben okozott zavart. Szerdán a dél-amerikai ország területének felén szünetelt az áramellátás. Az energiaszolgáltató szerint egy mezőtűz okozott túlterhelést az elektromos hálózatban, ami leállásra késztette az ország egyik atomerőművét. Az argentin fővárosban még csütörtökön is több mint 150 000 háztartásban nem volt áram, ami a 30 fok feletti kánikula miatt súlyos egészségügyi kockázatokkal jár. Itthon mérgező elfbár hamisítványokat árusító bűnbandára csaptak le a NAV délalföldi nyomozói. Az elektromos cigaretták közé sorolható úgynevezett manórúd egyébként is tiltott Magyarországon, a hamis példányok viszont különösen veszélyesek. 7 ember gyanúsítanak az ügyben, őket pénzmosás miatt is felelősségre vonják. A lefoglalt hamis elektromos cigarettákat mutatja a pénzügyőr alezredes a NAV áru és bűnjelkezelő hivatalának csepeli raktárában. A több mint 2000 Magyarországon eredeti formájában is betiltott elfbárt Jásznagykunszolnok és Bács-Kiskun vármegyében akarta forgalomba hozni egy bűnözői csoport. A NAV által kirendelt igazságügyi szakértő megállapította, hogy a Manó Rút fantázia nevet viselő termék súlyos egészségkárosodást okozhat. A most elkészült szakértői vélemény kimondja, hogy a kollégáim által lefoglalt elfbárok nem csak hamisak, hanem az egészségre is súlyosan veszélyesek. Az ilyen nikotintartalmú termékek aromaanyagokkal kombinálva nikotinfüggőséghez vezethetnek, valamint akár nikotintúladagolást is okozhatnak. Az ügyben 7 embert, 6 férfit és egy nőt fogtak el a pénzügyi nyomozók. A gyanúsítottak között 2 szír állampolgár is van. Egyiküket nemzetközi együttműködés alapján Svédországban fogták el. A 38 éves férfit decemberben hozták haza. Társaival együtt 1 milliárd forintos pénzmosással gyanúsítják. A pénzügyi nyomozók 1,5 millió szál adózatlan cigarettát, 25 ezer eurót és több 10 millió forintot foglaltak le, és megakadályozták 2000 hamis, egészségre ártalmas elfbár piacra kerülését is. Március végéig kedvezményes jegyárakkal, különleges programokkal várják az érdeklődőket az 5 hazai nemzeti park területén fekvő barlangok. A Barlangoljunk március a Barlangok hónapja elnevezésű programsorozaton geotúrán, denevérlesen és fotós túrán is részt lehet venni.
A Budai Vár Barlangban kezdődött a Barlangoljunk Március a Barlangok hónapja elnevezésű programsorozat. Az itteni túrák alatt több mint 3 kilométer hosszú barlangrendszert fedezhetnek fel az érdeklődők, és megtudhatják, hol hagyta ott a fogát egy mamut, de azt is, hogyan váltak a természetes eredetű barlangüregek labirintus jellegű pincejáratokká, és hogy milyen módon hasznosították őket a Várhegy mindenkori lakói. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár a nyitó eseményen elmondta, hogy immár 9. alkalommal hirdetik meg a márciusi programsorozatot a nemzeti parkokban. A 10 nemzeti park igazgatóság közül 5 rendelkezik látogatható idegenforgalmi hasznosítású barlangokkal. A Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatósága, aminek a területén vagyunk most, és a helyszínbejárás is az egyik barlangjukba fog történni, de ezen kívül a Duna-Dráva, a Balatonfelvidék, a Bükk és az Aggteleki Nemzeti Park igazgatóság is ingyenes, kedvezményes túrákkal, máskor nyitva nem lévő barlangokkal, máskor meg nem hirdetett túra lehetőségekkel várja egész hónapban az érdeklődőket. Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóságának igazgatója pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy csak az ő területükön több mint 1400 barlang vár felfedezésre. A Budai-hegység, illetve a Gerecse térségében, hiszen az alapkőzet ott teszi lehetővé ezt, hogy a barlangok kialakuljanak, vagy kialakultak ugye az évmilliók során. De nagyon különleges helyszín Budapest is, Budapest környéke is. Budapestet ugye külön a barlangok fővárosának is szokták nevezni, hiszen nagyon sok barlang nyílik itt a főváros területén. A Barlangoljunk kampány 2014-es elindulása óta csaknem 30%-kal növekedett az idegenforgalmi hasznosítású barlangok látogatószáma. Átlagosan 500 000 regisztrált látogató érdeklődik évente a barlangok iránt. Elkezdődött a szarvasok agancshullatási időszaka. Az erdőben kirándulók bármikor találhatnak trófeákat, ám fontos, hogy azokat nem szabad elvinni, az ugyanis lopásnak számít. Aki mégis hazaviszi az agancsot, több 100 000 forintos bírságra számíthat. Ilyen vagy ehhez hasonló hullott agancsokkal hazai erdőkben ezekben a hetekben gyakran lehet találkozni. Ezt az elhullajtott agancsot a soprani erdőben találta a vadgazdálkodási szakember. Az agancsok szakszerű összegyűjtésével az erdészek következtetni tudnak a vadállomány korára, méretére, mozgására és egészségi állapotára. Hullajtott agancsok alapján pontosabb képet kaphatunk a gazdálkodási területünkön élő gímszaras bikák állományának egészségi állapotáról, korösszetételéről, valamint agancs minőségéről. A gím- és dámszarvasok tavasszal hullatják el régi agancsukat. A kirándulók azonban nem vihetik haza ezeket a trófeákat. A gyűjtésük lopásnak minősül. A vadászati törvény ugyanis előírja, hogy az elhullajtott agancs a területen vadászatra jogosult szervezet tulajdona. Ez a szarvasagancs meglehetősen nehéz, súlyos darab. Arról árulkodik, hogy egy középkorú, jó képességű állat hullajthatta el. Előfordul az is, hogy a szarvasokat szervezett hajsza formájában űzik azért, hogy közben levessék az agancsukat. Ez állatkínzásnak minősül, ráadásul veszélyes is. Közelmúltban a médiában is tapasztalható volt, hogy nem egyszer közutakon, autópályákon nagy létszámú szarvas csapatok jelennek meg, ami a társadalomra jelent veszélyt, hisz a közlekedésben az autósokkal az egyéb forgalommal való találkozás veszélyt jelenthet mind a szarvasra, mind az emberekre. Ha valaki szándékosan hajtja a vadat, több 100 000 forintos vadvédelmi bírsággal is sújtható, ahogy az illegálisan gyűjtött agancs felvásárlása is büntetendő. 22 nappal a Törökországban és Szíriában pusztító földrengés után élve sikerült kimenteni egy kutyát egy emeletes ház romjai alól Hatály tartományban. A török állatmentőket a kutya gazdája riasztotta, miután ugatást hallott az épület maradványai alól. A huskyt több órás munkával tudták kiásni a törmelékből, majd a helyszíni vizsgálat után állatkórházba vitték. A kutya sokat fogyott, de sérülést nem láttak rajta. Az Alex nevű kutya egy kis üregbe szorult be, de azt senki sem érti, hogy hogyan maradhatott ennyi ideig életben, látszólag élelem és víz nélkül. A híradót látták este 7:30-tól, azonnal kezdődik a Nemzeti Sporthíradó Pápál Előddel, utána pedig jön a 48 perc, a házigazda Lánci Tamás.